A Nyíregyházi Állatpark 22 éves történelmének legkiemelkedőbb évét zárhatta 2018-ban. Megdőlt a látogatószám is, 550 ezer vendéget számoltak tavaly a sóstózóban. A tavaszi időszakban nehezebb volt fenntartani a park látogatottságát a számtalan építkezés miatt, de így is sikerült ide csalogatni a vendégeket, mondta Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója. Mi nagyon örülünk annak, és inkább ezzel kezdem, hogy született egy kis afrikai elefánt, majd ősszel született egy kis páncélos indiai rinocérosz. Ez a két állat mind a kettő olyan, amiből nagyon kevés elefántból nem is született tavaly Európában más, a nagyon ritka indiai páncélos rinocéroszból összesen 3 született Európában. És mindezek mellett összesen 200 kis állat jött világra a Nyíregyházi Állatparkban, de hát igencsak gazdagodott a gyűjteményünk saját szaporulattal is. A több mint 30 hektáros tölgyerdőben kialakított állatparkban számtalan beruházás megvalósult az elmúlt években, olyanok, amelyek az állatok és a látogatók komfortérzetét egyaránt növelték. A fejlesztések és bővítéseknek köszönhetően akár 3 napos programot is jelenthet a családok számára a Nyíregyházi Állatpark megismerése. Hosszú idő után elkészült, nagyon régóta vártunk erre a hópárduszoknak a tenyészkifutója, ami nagyon látványos, nagyon szép, és úgy tűnik, hogy a hópárdusz is jól érzi benne magát, mert alig lehet látni az állatot. Tehát sikerült olyan kifutót építenünk, amiben kellemesen tud rejtőzködni, csak akkor jön elő, hogyha úgy érzi, hogy meg akarja mutatni magát. Tehát minden reményünk megvan arra, hogy el tudnak vonulni majd, és tudnak is hópárducokat nevelni. Elkészült a látogatócentrum, amit sokan látnak, akik Sóstóra jönnek, aminek mi nagyon örülünk, mert úgy érezzük, hogy ez Sóstó kapuja is egyben, tehát egy olyan látvánnyal fogadja Sóstó a turistákat, vendégeket, még ha van is olyan, aki nem hozzánk jön, akkor is Sóstóra belép, hogy nagyon reprezentatív élményben van részük. A látogatócentrummal párhuzamosan megújultak a park útjai, elkészült az ökológiai tanösvény, van most már egy hátsó bejáratunk is, amit úgy gondolom, hogy tavasszal beindul, és nagy szükségünk lesz rá. És hát ugye a legnagyobb beruházás volt a Hotel Pangea. A Nyíregyházi Állatpark szállodája is 2018-ban épült meg. Közép-Európában is egyedülálló hotelnek számít. A Pangea egyik oldaláról kilátás nyílik a sóstói tóra, a másik oldalról pedig az állatparkra. A szállodában kialakított 38 szoba mindegyike egy-egy állatról szól, az épületben pedig oktató és konferenciaterem is működik. A Nyíregyházi Állatpark komplex 6,7 milliárd forintos fejlesztését a Modern Városok Program forrása biztosítja. A beruházási csomag 5 részből áll, ebből a már 3 elkészült elem, a hópárduc kifutó, az új bejárat és a Pangea összesen 2,3 milliárd forintba került. Maga a Pangea költsége 1 milliárd 650 millió forint volt. A jövőre nézve is vannak tervei az állatparknak. Ősszel elindulhat egy olyan beruházás a Nyíregyházi Állatparkban, ami azt reméljük, hogy egy emblematikus épülete és attrakciója lesz az egész országnak is. Ez pedig a jégkorszaki állatbemutató, ami egy interaktív bemutató, és ami visszavisz minket 20 ezer évvel a jégkorszakhoz, és bemutatja egyrészt azokat az állatokat, amik akkor éltek makettek formájában, másrészt a sarkvidékek állatvilágát, az északi és a déli sark állatvilágát, de nem is akárhogy, különleges formában, és hát erről többet nem szeretnék mondani, de az, hogy interaktív, az azt is jelenti, hogy időnként bekapcsolódik a vendég abba a millióbe, térbe, ahol lesz, és tele lesz ez meglepetésekkel, különösen nyáron nagy élmény lesz a sarkvidéken sétálni. Ezzel párhuzamosan indul az úgynevezett India Ház projekt. Ez a létesítmény majd India állat- és növényvilágát mutatja be. De elsősorban az lesz a célja, hogy a tavaly bővült indiai rinocéros család még biztonságosabb és kényelmesebb körülmények között éljen Nyíregyházán. De az állatpark állománya is bővül idén. A napokban szumátrai tigrisek érkeznek Sóstóra. Ezentúl a tudományos találkozók színhelye is lesz a Nyíregyházi Állatpark 2019-ben.